szakdolgozatomban, illetve a doktorimban a társadalmi egyenlőtlenséget és ennek a régészeti leletanyagban, az anyagi kultúrában tükröződő lenyomatait vizsgáltam. Milyen presztízs tárgyak jelennek meg a neolitikumban, később elkezdtem a részkorral is foglalkozni. És a mostani projektjeim igazából innen indultak ki, ugyanis az egyik legfontosabb presztízs nyersanyag, az a réz. Ez az időszak, amiről beszélünk, ez a Kárpát-medencében, Krisztus előtt 6000 és 3000 közé keltezhető nagyjából, ez a teljes neolitikumot és rézkort lefedi. A réztárgyak, bármennyire is furcsa, már az újkőkorban megjelennek, tehát nem a rézkorban kezdik el a rezet használni az emberek, hanem sokkal korábban. És ebben az időszakban fedezik fel, hogy egyáltalán a rézércet hogyan lehet megmunkálni. Először csak apró ékszereket készítenek belőle, és annak az időszaknak, a késő neolitikumnak az idején ez a legfontosabb presztízs nyersanyag. Magyarországról beszélünk, Dunántúlról és az Alföldről. Elég egyértelmű, hogy az Alföldön nincsenek rézérc lelőhelyek. Tehát valahonnan távolabbi területekről kellett beszerezni, ez azt jelenti, hogy az itt élő közösségeknek sokkal távolabbi területekkel fenntartott kapcsolataik voltak. És innen jött a kutatói kérdés, innen jött a probléma, hogy honnan származhat ez a nyersanyag, amit itt ékszerként viselnek, és aztán a későbbi korszakban, a rézkorban, 4500 és 3000 között, amikor a réz nyersanyagból már nagyméretű eszközöket készítenek, súlyos baltákat készítenek, ellentett élő csákányokat, és tömegesen jelenik meg az Alföldön is ez a nyersanyag az anyagi kultúrában. Honnan származik? Kik voltak azok az emberek, és hol értek azok az emberek, akik ezeket a tárgyakat készítették, hogyan jutott ide, milyen típusú kapcsolatok voltak ezek között a közösségek között, és hol készítették ezeket a tárgyakat. És ez egy következő kérdés a projektünkben, hogy mikor, melyik időszakban beszélhetünk emberi közösségek közötti cseréről, ajándékozásról, mikor jut el a technológiai tudás is mondjuk az Alföldre. Számomra ez a legizgalmasabb az egészben, hogy a régészet az olyan, mint egy nyomozás, vagy mint egy puzzle. Nagyon sok helyről gyűjtünk apró információ morzsákat, és ezekből próbálunk egy egységes rendszert összeállítani. És ezekből próbáljuk feltérképezni azt, hogy az egykori közösségek hogyan éltek. Ez a gyerekkori álom teljesülése. Én kisgyerekkoromtól kezdve régész és kutató szerettem volna lenni, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna csinálni.